Sziasztok, Dalos Beatrix vagyok. Másfél éve gyakorolok azon a mély programnál, és érzek stabilitást, erőt, valamikor persze nehezebb. Most egy nehezebb időszakban vagyok. Voltam orvosnál, és kimutatták, hogy egy centivel hosszabb a lábam. Ami ugye hát kétszer... Mi miatt jöttél hozzánk? Mi miatt kezdtél el gyakorolni? Azért kezdtem el gyakorolni, mert túl nagy volt a nyomás az életben, és akartam egy kis hitet és reményt. És valószínűleg ez az, ami most nyom, és megmutatják az égiek, hogy igen, hitet és reményt szeretnél, akkor gyerünk. És a másik, hogy eddig csontosodtam, mert ugye elmúltam már 18, és képlékeny lett a gerincem. Tehát abszolút olyan képlékeny, hogy elvileg ugye orvosilag ilyen nincs. Milyen gond volt a gerinceddel? Nagyon súlyos deformitás volt alul és fölül, tehát szkoliózisom volt. Van. Hát most jelenleg romlott a helyzet, ami persze nem jelenti azt, hogy nincs vége. És nem jelenti azt, hogy itt akkor állj van, hanem akkor előre. És ez még nagyobb erőt adott arra, hogy még jobban csináljam, és még jobban álljak bele, és csináljam, és mellette dolgozok. Boldog családi életet élek, más lett a táplálkozásom, a barátokkal való viszonyom, lekoptak olyanok, akik már nem szolgáltak. És most a legújabb jó hír, ami veled történt? A legújabb? Hát ennyi, hogy képlékeny lett a gerincem, és egy centivel lett hosszabb a lába. Az, hogy képlékeny lett a gerinced, az miben segít? Vagy az mit jelent, hogy akik ezt nem tudják, hogy megértsék? A képlékenység azt jelenti, hogy 18 éves vagy 20 éves kor után eléri a csontozat a maximális fejlődési státuszt, amikor ugyanis megáll a növekedés, és onnantól kezdve pedig a romlás jön. És amikor megáll a növekedés, onnantól kezdve se fűző, se gyógytorna nem segít a gerincen, olyan, mint a fogszabályzó, hanem akkor onnantól kezdve pedig ugye hát a romlás egészen öregkorig. És én 24 éves vagyok, és eljött az az időszak, amikor ugye már fizikailag nem tudok változtatni a gerincemet. Viszont a gyakorlás meghozta azt az eredményt, hogy képlékenyé tette a gerincemet annyira, hogy ezután hiába romlott, javulni fog. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad nekünk. Nagyon szívesen.